elfogadta 2014 évi költségvetését Kozár Miszleny város önkormányzatának képviselőtestülete. A tavalyihoz megszokott módon három részből tevődött össze ez a költségvetés, külön az általános művelődési központ, külön az önkormányzat és külön a körjegyzőségi hivatal. Néhány szóban Gyöngyösi Tibort kérjük meg arra, hogy elemezze ezt a költségvetést. De valóban három külön költségvetést kell készíteni, ez az új szabályok szerint tavaly óta így van. A legegyszerűbb költségvetési téma az végül is az AMK-é volt, tehát az iskola, óvoda, bölcsőde, művelődési ház és a könyvtárnak a közös költségvetése. Itt az állami normatívák annyira jól alakultak, hogy az állami normatívákból mind a bér, a bérjellegű és a dologi kiadások fedezhetők lesznek, és mivel ennyire jók a normatívák, ezért a testület egy fél évi kafetériát, tehát 8000 forint per fő per hónap összegben megszavazott az intézményben dolgozók részére. Itt annyit kell tudni, hogy a bevételi főösszegünk az 266 millió forint, tehát az annyit jelent, hogy 266 millió forint az a bevétel, amit a működésre egész évben fel lehet használni, amiben bérek is, meg a dolgi kiadások is benne vannak. Tavalyi évhez képest valamivel kicsit tágabb, tehát ez a költségvetés, tehát nem kell, nem, nincsenek benne akkora megszorítások, mint tavaly. Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés ez az intézménynek is, és az önkormányzatnak is egy kellemes meglepetés volt. A következő költségvetésünk az pedig az önkormányzati hivatalé, tehát ez a körjegyzőség, így mondanám, a körjegyzőség költségvetése. Itt annyit kell tudni, hogy a finanszírozása, az állami finanszírozása 7,5 millió forinttal emelkedett a tavalyi évhez képest. Ugye itt a létszám, a foglalkoztatotti létszámhoz rendelik hozzá, tehát van egy ajánlott létszám, amennyivel kellene működni, vagy amennyivel ugye optimálisan működne a hivatal, ezt meghatározza nyilván a kormányzat. Ehhez képest nálunk még 3,5 fővel kevesebb van a hivatalban, tehát 24 lehetne, és nálunk 21,5 fő van. Úgyhogy 2,5 státuszt kért a jegyzőasszony, egy jogász, egy gazdálkodó, és egy fél státuszú, aki pedig a közbeszerzéseknél tud besegíteni, tehát ez a három személy ugye, lesz majd megválasztva, vagy illetve hát felvéve. Itt a főösszegünk az 118 millió forint, és azt még tudni kell, hogy van tervezett maradvány ezen a 118 millión belül 5,5 millió forint. Ez azt jelenti, hogy 112 millió forintból meg fogja oldani a hivatal a működését, úgyhogy felvette még ezt a 2,5 státuszt. Úgyhogy nagyjából ennyit tudnék mondani, hát itt nyilván kötelező kiadások vannak, a kötelező kiadásokat azokat ugye szabályozza a jogszabály, tehát ebből nem tudtunk visszafogni. Egyébként a dologi kiadási részen is egy valamivel itt is tágabb a lehetőség, mint a tavalyi évben volt. Szerintem ennyit tudnék erről mondani. A következő költségvetésünk az, hogy ugye ez a legnagyobb költségvetés, ez a önkormányzati költségvetés. Hát itt azt nem részletezném, hogy hányféle bevétel van, nagyon sokféle bevétel van. Hát sajnos ez a legszűkebb, tehát az állami források itt állnak le kevésbé rendelkezésre, és ugyanakkor ugye az iskolának, tehát az AMK általános iskolának a fenntartási költségeit is itt kell terveznünk. Ez 25 millió forintra lett beállítva. Nyilván, hogyha ez nem lesz évközben elég, akkor igazgató asszony jelzése alapján ezt újra fogja tárgyalni a testület, és biztosítani fogja a szükséges forrásokat. Védőnői szolgálatról szól. A védőnői szolgálatnak az állami finanszírozása az fedezi a kiadásokat, ugyanakkor a mezőri szolgálaté nem. A zöld terület kezelést azt saját magunknak kell gazdálkodni adóbevételekből. Segélyeket ugye azt megint előírja a jogszabály, hogy milyen segélyekből mennyit kell biztosítani a lélekszámhoz képest. Ezek is belefértek, ez például egy 8,5 millió forintos tervezett kiadási összeg. Akkor az iskola működési kiadásairól beszéltem, az 20,
nem is 25, hanem 27 millió forint. Az igazgatási tevékenység, ez mondjuk egy nagyobb összeg, ez 160 millió forint, de hát itt komoly tételek vannak, például a KHT-nak a fenntartási költség, ez 60 millió forinttal van tervezve. Áfát kell tervezni ugye kiadások után, és a különböző pályázati önrészeket, tehát az áropos pályázatnak a 2,5 millió forintja, illetve a 21 millió forintos kiadása, az pedig az önereje a közmű fejlesztésnek. Beruházási soron 450 millió forint van, itt van a stadion fejlesztési beruházás, ami teljes mértékben államilag finanszírozott, tehát ez nekünk nem fog önerőre sem kerülni. És akkor még egyet mondanék, tehát a tartalék képzésünk az úgy készült, hogy céltartalék számlát nyitottunk, tehát a tartalékból elkülönítettünk bizonyos összegeket. Ez az AMK-ra vonatkozik, a hivatalra, a KFT-nkre, tehát ugye KHT-nak hívjuk, és a közművelődési normatívára, valamint az iskolai eszköz támogatása. Az AMK-nak 6 millió forint van elkülönítve, a hivatalnak 2 millió forint esetleg rendkívüli kiadásra. A KFT egy szártépőt szeretne vásárolni, arra 2,5 millió forint van elkülönítve. Közművelődési normatívára 3,6 millió, és az iskolának az eszköz beszerzésére még 700 ezer forint tartalékot képeztünk. Tehát úgy gondolom, hogy amennyire lehetett, annyira igazságosan és annyira objektíven osztottuk el a pénzeket. Egyébként a tartalék keretünk összesen 115 millió forint. Tehát hogyha a tervezettek szerint valósul meg minden, akkor 115 millió forintos tartalékra fordulhatunk 2014. december 31-én. A kiadási főösszegünk, tehát a költségvetési főösszegünk az pedig 1,3 milliárd forint. Polgármester úr mindig meg szokta kérdezni a költségvetés készítésekor, hogy stabilnak tartják-e a település működését a következő évben? Igen, tehát amennyiben ezek az állami bevételek, amik tervezve vannak, nyilván ezt jogszabály alapján tervezték a kollégák, tehát nem hiszem, hogy ezzel probléma lehet, ezek tarthatók, akkor stabil lesz a működése a kozármislenyi hivatal, illetve az önkormányzatnak. Itt még annyit elmondanék, hogy továbbra sincs tervezve sem adóemelés, sem új adókivetése, tehát amennyiben ez a bevételi oldal tartható, akkor nem kényszerülünk semmiféle olyan intézkedésre, ami esetleg terhelni akár a vállalkozásokat, akár a lakosságot. Ezek szerint, hogyha visszagondolnak az állampolgárok, akkor tavaly volt egy ingatlan építményadó felmérés a lakosság részéről, és akkor láthatják, hogy ez 2014-ben nem került bevezetésre. Így van. Ez az ingatlan adó, valóban ez egy felmérés volt. Én ezt akkor is elmondtam, hogy vannak olyan pályázatok, amihez kell ismernünk az ingatlan katasztereket. Tehát, hogy kinek pontosabban, hanem milyen típusú ingatlanból mennyi van a településen. Ez volt az elsődleges célja ennek. A másodlagos célja azért azt én nem akarnám letagadni, az, hogy lássuk, hogy esetleg, hogyha erre 3 vagy 4 év múlva sor kerül, hogy ingatlanadót mégis ki kell vetni, akkor az milyen nagyságrendben kellene kivetésre kerüljön. De azt hiszem, hogy a lakosság az most már megbizonyosodhatott, hogy a 0 forintos négyzetméter ár az nyilván abból adódik, hogy nem kell fizetni, és ez így lesz 2014-ben is, és reményeim szerint 2015-ben is. Köszönjük a tájékoztatást! Köszönöm szépen!